Szép estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a Lábot televízió nézőit. E-havi magazin műsorunk első vendégeként köszöntöm Nagy Balázsi jegyzőt. Jó estét kívánok! Szervusz! Jó estét! Szia! És köszöntöm a nézőket! Október 12-én járultak az urnákhoz a választópolgárok. 1620-an vannak a névjegyzékben, akik közül olyan 670-en, akik részt vettek a választáson. 676-an. Köszönöm szépen! Értékeljük ezt a napot! A választás rendben a törvényeknek megfelelően lezajlott. Egyetlen egy szavazókörben sem történt rendkívüli esemény, ami adott esetben a szavazásnak a felfüggesztését vagy a szavazás megszakítását eredményezte volna. A szavazatszámláló bizottságok, illetve a helyi választási bizottság a törvénynek megfelelően látta el feladatát. A szavazatok megszámlálása is a rendben megtörtént, és ez alapján sikerült is ugye a lakosság segítségével, vagy a lakosság hatatos közreműködésével ugye a képviselőket, illetve a polgármester urat megválasztani, valamint ugye a megyei közgyűlési tagokat. Rendben lezajlott. Elégedett rendben. Voltatok-e a részvételt? Ahogy te is említetted az előbb, az 1620 választásra jogosult közül 670-6-an járultak az urnák elé, ez 42% a választópolgároknak, ami egy nem túl magas szám, de mindenkinek örülni kell, aki eljön, hiszen ez a demokrácia lényege, hogy mindenki a saját akarata szerint döntsön, és adott esetben így próbálja meg valamilyen irányban befolyásolni a településünk sorsát. Mozgóurnát igényeltek-e ezen a napon? Igen, volt mozgóurna igénylés, de a legutóbbi választáshoz képest csekélyebb számban. Biztos, hogy ennek az is az oka, hogy most egy kicsit szigorodtak a mozgóurnás kérelemnek a feltételei. Szavazatszámláló bizottságok tagjai elégedettek voltak így mindennel, tehát ők sem tapasztaltak semmit. Sok volt a rontott cédula? Igen. Ha lehet egyáltalán ilyet mondani, úgy vettük észre, vagy a szavazatszámláló bizottsági tagok azt tapasztalták, hogy inkább a nagyon sok érvénytelen szavazat a megyei közgyűlési tagok megválasztására szolgáló szavazólapon volt. Ez az érvénytelenség ez annak adódott, hogy sokan nem húztak be senkit. Akkor ha már itt tartunk, akkor elevenítsük fel, illetve soroljuk fel név szerint, hogy kik is kaptak legtöbb szavazatot itt a községben, kik jutottak be a testületbe. Igen. Ugye új választójogi törvényünk van, de ez a képviselő testület által megválasztandó tagok számát nem befolyásolta. Az ugye az önkormányzati törvényben van, vagy került rögzítésre, illetve meghatározásra. Az ezt megelőző ciklusban, illetve most is ugye a település lakossága 6 képviselőt kellett, hogy válasszon. Ennek ugye ez sikerült is. És név szerint is szeretném őket felsorolni, dr. Tóth Lászlóné, Benke Lászlóné, Fülöp István, Dominkó János, Lámné Haris Edit és Bogdán János nyertek mandátumot. Polgármesternek pedig Lassó Istvánt. Így van, és ugye a polgármester választáson a két jelölt közül, ha szabad ilyet mondani, akkor torony magasan Lassó István független jelölt nyerte el a mandátumot, így Lassó István lesz a polgármesterünk továbbra is. Nagyon sokan dolgoztatok október 12-én azért, hogy minden rendben és lezajlódjon, és le tudjátok zárni a szavazást. Hányan is dolgoztatok ezen a napon? A szavazatszámláló bizottságokban a tagok hányan voltak? Igen. Ugye a településen a október 12-én a szavazás napja alkalmával ugye 3 szavazókör működött. A korábbi hagyományoknak megfelelően mindegyik szavazókörben 5 tagú szavazatszámláló bizottság látta el a feladatokat. Ez vonatkozik a nemzetiségi szavazókörre is. De nem csak a 3 szavazatszámláló bizottság, hanem mi helyi választási iroda tagok, illetve a helyi választási bizottság tagjai is, ugye ezen a napon láttuk el feladatainkat, úgyhogy 22-23 fő dolgozott azért, hogy a szavazások azok rendben lezajlódjanak. És ezúton is szeretném megköszönni a bizottság tagjainak, illetve a munkatársaimnak a munkáját. Köszönjük szépen, Balázs, és további jó munkát kívánunk neked. Köszönöm szépen, örülök, hogy itt lehettem. Köszöntöm ma esti vendégemet, Lassó István polgármestert, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is engedje meg, hogy gratuláljak, október 12-én önnek szavaztak bizalmat a lakók. Egy kicsit értékeljük az időszakot, illetve a választás időszakát, hogy értékeli, hogy sikerült. Köszönöm szépen a gratulációt, és köszönöm a tévénézőinek a támogatását.
Én azt gondolom, hogy a képviselő választás a szokásos rendben zajlott lábatelepülésen. Az érdeklődés, a részvétel és a hasonló számok szerint alakult. A választópolgárok, akik eljöttek szavazni, én azt gondolom, hogy egy felelősséggel a település sorsáról gondolkodó képviselőtestületet választottak, amely összetételében jelentősen nem újult meg. Bizonyos két főbeni változás van, vagyis a képviselőtestület garanciája lehet annak, hogy az eddigi munka folytatása továbbra is eredményes lesz, és a település és a település lakóinak az érdekeit fogja szolgálni. Megalakult a testület, bizottságok is megválasztásra kerültek. Hány bizottság lett itt a községben? Az önkormányzatnak kötelezően 2 bizottságot kell legalább választani. Mi ennél több bizottság megválasztására nem törekedtünk, lévén a képviselőtestület is csak 7 tagú, és a polgármester és az alpolgármester nem lehet tagja egyik bizottságnak sem. Így tehát 2 olyan bizottságot választottunk, amely az előző ciklusban is működött. Az egyik a pénzügyi, jogi és ügyrendi bizottság, ennek az elnöke Dominko János lett, tagjai pedig Fülöp István képviselő és külső tagként Róka Otto. A másik bizottsága az önkormányzat szociális bizottsága, melynek vezetője továbbra is Bogdán János lett, ő volt az előző ciklusban is ennek a bizottságnak a vezetője, elnöke, tagjai pedig Benke Lászlóné és Haris Edit, valamint az általános iskolából külső tagként Molnár Ferencné, az óvodából pedig Gulyás Istvánné, ők azért, mert ők azok, akik a gyermekintézményekben ifjúsági felelősként tevékenykednek, tehát rálátásuk van a családok és a gyermekek hétköznapi gondjaira, problémáira. Így jött létre ezzel az összetétellel az önkormányzatnak ez a 2 bizottsága. És az elmúlt időszakban már egy újabb testületi ülést tartottak, ahol a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntésekről számolt be, illetve volt egy előterjesztés egy napi rendezzel kapcsolatban. Erről mit kell tudni? Igen, az előző ciklus utolsó évében, vagyis hát 2014-ben októberig végzett tevékenységről számolt be a Szociális Bizottság. Nagyon komoly felelőssége ennek a bizottságnak, mert rengeteg kérelem érkezik hozzá. Ebben az időszakban, tehát a 10 hónapban is több mint 900 kérelmet bíráltak el, vagy támogatóan, vagy elutasítóan. Kevés kérelmet kellett elutasítaniuk, és egyetlen elutasító határozattal szemben sem érkezett az önkormányzathoz fellebbezés, mert ugye a következő bírálati lépcső az a képviselőtestület. Ennek a 900 kérelemnek az elbírálására 10 alkalommal, tehát gyakorlatilag minden hónapban legalább egy alkalommal tartottak bizottsági ülést, és a döntéseik legnagyobb része az lakásfenntartási támogatással, egyedi segélyekkel kapcsolatos volt, illetve hát ők végezték ennek az évnek az elején a szociális tűzifajuttatásnak az elosztását is. Én azt gondolom, hogy nagy felelősséggel végezték a munkájukat. Nem könnyű ennyi szociális problémával terhelt településen elosztani azt az összeget, ami forrásként rendelkezésre áll, ami egyébként nem csak a bizottság pénzkeretét tekintve, hanem az összes szociális támogatás tekintetében rendkívül jelentős. A normatívánk, a szociális normatívánk az 20-23 millió forint körül mozog, egy 400 milliós költségvetésen belül, és amit fordítunk a munkanélküliek ellátására, közfoglalkoztatásra és szociális kiadásokra, vagyis szociális jellegű tételekre, az pedig a mi költségvetésünkön belül 68-70 millió forint között mozog minden évben. Az elmúlt időszakban a cigány nemzetiségi önkormányzat is megalakult. Milyen a velük való kapcsolat, hogyan képzeli az elkövetkezendő 5 évet, hiszen jól tudom, ott is változás történt. Igen, egy új választási rendszert vezettek be ebben az évben. A választáson részt venni szándékozó magyar állampolgároknak be kellett jelentkezniük akkor, hogyha adott nemzetiséghez tartozónak tartották magukat, jelesül lábot községben akkor, hogyha ők a roma nemzetiséghez tartozónak tartották magukat. Közel 150-en jelentkeztek be, hogy ők jönnek és e tekintetben kisebbségi önkormányzatot választanak. Ebből 110-en jelentek meg ezen a szavazáson, és a 110 szavazó szavazott a jelöltekre, akik közül 3-an kerültek be a kisebbségi önkormányzatba. A kisebbségi önkormányzatban legtöbb szavazatot Bogdán János kapta, ő 45 szavazatot kapott, Orsos Mária kapott 41 szavazatot, és egy kisebbségi jelölt kapott még 22 szavazatot, így ők 3-an hozták létre a kisebbségi önkormányzatot.
az önkormányzat elnökét saját tagjainak sorából a háromtagú kisebbségi önkormányzat választja. Ebben a választási metodikában Orsos Mária lett 2 szavazattal a kisebbségi önkormányzat elnöke. Tehát változás történt, eddig Bogdán János volt a kisebbségi önkormányzat vezetője. Az eredmény az megszületett, tehát eredményes volt a választás. Eddig nagyon jó együttműködése volt az önkormányzatnak a kisebbségi önkormányzattal. Azt gondolom, hogy a fontos itt az, hogy szétválasztódjanak azok a feladatok, amelyek a kisebbségi önkormányzat feladatkörébe tartoznak, tehát a roma kisebbségnek az identitás megőrzése az, és az ezzel kapcsolatos teendők, ami az ő feladatkörükbe tartozik, és ugye váljék szét az a feladat, amit a nagy önkormányzat, a települési önkormányzat végez. Ha ez így történik, akkor mi együtt fogunk tudni működni az ezt követő időszakokban is, hát bízom abban, hogy ez szerint fog alakulni. Az elmúlt időszakban a Rinyamenti Kistérség több célú önkormányzati társulási tanácsa is megalakult, polgármester is jelen volt az ülésen. Mit kell tudni erről? Most választottak elnököt és alelnököt, és ha jól tudom, akkor itt is gratulálhatunk, mert ő lett az alelnök. Igen, az előző ciklus folytatásaként ahhoz hasonlóan a 18 önkormányzati polgármesterből álló grémium most Orma István választotta a társulás elnökének változatlanul, és engem is abban megerősítettek, hogy az alelnöki teendőket ebben az 5 éves ciklusban én lássam el. Ez a választás megtisztelő volt, mert egyhangú is volt e tekintetben a szavazás. Én azt gondolom, hogy fontos minden település számára ez a társulás, Lábot község önkormányzata számára is. Vannak olyan feladatok, amelyeket valamennyi önkormányzat ennek a keretében láttat el, ilyen a hétközi, hétvégi orvosi ügyeleti ellátás például, és vannak olyan más típusú szolgáltatások, amelyben megosztik már az ellátási forma, ilyen a szociális gyermekjóléti családsegítő ellátás, hiszen e tekintetben Kutas, Tarany és Kisbajom egy másik társulás, szociális társulásban láthatja el a feladatát, mi pedig a többi önkormányzattal továbbra is egyben gondolkodunk. Én azt látom, hogy pénzbeni megtakarításokat és jó szakmai színvonalat hoznak ezek a közös feladatellátások, ezért én fontosnak tartom azt, hogy a következő időszakban is ezeket a feladatokat közösen oldjuk meg itt a környező önkormányzatokkal. És eddig egy kicsit a múltról beszélgessünk egy kicsit a jövőről, hiszen elfogadásra került a tűzifaj juttatási rendelet. Erről mit kell tudni, kiket érint, kik vehetik igénybe, mekkora mennyiséget is kaphatnak? Egy központi pályázat tette lehetővé azt, hogy a települési önkormányzatok pályázatot nyújtsanak be tűzifa vásárlásnak a központi támogatására. A pályázatban megpályázható tűzifa mennyiség az egy korlátos mennyiség volt, a lakásfenntartási támogatásban részesülők számához volt igazított. Lábot község ebben a tekintetben 400 köbméter körüli tűzifa igénylésére volt jogosult, mi meg is pályáztuk ezt a 400 köbméter tűzifát, és az értesítés éppen az önkormányzati ülésnek a napján érkezett arról, hogy a központi döntés szerint 215 köbméter tűzifában részesülünk ebben az évben annyi támogatásban, amiből egy ilyen mennyiségű tűzifát tudunk vásárolni. Ugye tavaly 198 köbméter volt ez a mennyiség, idén ez valamivel több. Az önkormányzatnak helyi rendeletet kell alkotni arról, hogy kiknek és milyen módon, milyen elvek alapján juttatja ezt a tűzifát, mert ezt a tűzifát az önkormányzat helyi rendelete alapján az önkormányzat szociális bizottsága juttatja, ő dönt arról, hogy ki lesz a jogosultja. Ehhez a település jogosult lakóinak egy kérelmet kell beadniuk, amit most ennek a hónapnak, tehát november hónapnak a 20-áig adhatnak le az önkormányzati hivatal helyiségében egy nyomtatványon. És a nyomtatványon leközölt adatok és az önkormányzat nyilvántartási adatai alapján a Szociális Bizottság dönt arról, hogy ebből a tűzifa mennyiségből kinek tud juttatni. Ugye a probléma az, hogy körülbelül 400 lakásfenntartási támogatásban részesülő család van a településen. De a tűzifa juttatásra legalább 2 köbmétert minden családnak adni kell. Vagyis akkor ugye ebből a 215 köbméterből nem tudunk csak 107 családnak juttatni abból a nagyobb számú lakásfenntartási támogatottból, aki erre elméletileg jogosult lenne, ezért egy olyan szempontrendszer fogadott el a képviselőtestület, amelyben a jogosultak közül kedvezményezi azokat,
akik a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelnek a családban, és kedvezményezi azokat, akik egy gyermek nevelnek a családban. Tehát 20-áig a kérelmet bárki beadhatja. A mai napig közel 100 kérelem már érkezett az önkormányzati hivatalhoz, és a bizottság a 20-ai határidő lezárta követően rövidesen dönteni fog. A SEFAG ZRT-vel kötöttünk arról megalapodás, hogy a tűzifát ő szállítja. Ugye elsősorban állami erdőgazdálkodóktól kell vásárolni ezt a tűzifát. Annak a SEFAG szerint, a lábodi vadász erdészet szerint nincs akadálya, hogy a 20-át követő hetekben, tehát még talán november hónap végén, december hónap elején megtörténjen a tűzifa mennyiség jelentős részének a leszállítása, az első 100 köbméteré mindenképpen. Tehát biztos, hogy nem az elmúlt évek gyakorlata szerint majd csak január-februárban, hanem már idén, november végén, december hónapban ki tudjuk szállítani a háztartásokhoz azt a családonként 2 köbméter tűzifát, akit a jogosítók majd megkapnak itt tűzifa támogatásként. Én bízom benne, hogy nem lesznek ennek olyan anomáliái, mint voltak sajnos az elmúlt években, mert azt el kell mondani, hogy néhány olyan jogosultunk is volt, aki a tűzifát a hídjáról mindjárt eladta. Megpróbáljuk kiszűrni a rendszerből ezeket, mert én azt gondolom, hogy akinek valóban szüksége van rá, annak nem azért kell, hogy abból utána olcsóbban pénzt csináljon. Tehát arra biztatom én a település lakóit, akik ebbe a támogatotti kategóriába tartoznak. Tehát a háztartásában halmozottan hátrányos helyzetű gyermek van, vagy hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek, vagy egyedül élők egy háztartásban, és egyébként lakásfenntartási támogatása jogosultak, ugye elsősorban ők nyújtsák be a kérelmüket az önkormányzati hivatalban most november 20-áig. Mielőtt folytatjuk tovább a beszélgetést, arra kérem, nézzünk meg közösen egy összefoglalót. Egy kapitális szarvasbiga esett áldozatául egy német vadásznak a lábodi vadászerdészet területén. Az ünnepélyes ceremónián kürtszóval adták meg a végtisztességet az állatnak és az elismerést elejtőjének. Az állatot régóta figyelték a cég munkatársai, hiszen nem mindennapi egyednek számított a vadász területen a bika. Ma több éve ismerjük ezt a bikát, minden évben visszajött hozzánk bőgésbe, és hát idén gondoltuk úgy, mivel hogy tavalyhoz képest, a tavalyi fényképeket megnézve, meg amiket fölírtunk a bőgési jelentésbe, ahhoz képest már nem fejlődött az idei évben, tehát ugyanakkora, mint tavaly, ezért úgy gondoltuk, hogy most van itt az ideje annak, hogy elejtsük, és hát hála Isten, hogy jól gondoltuk, mert egy öreg bikáról van szó. A szarvasbikát Várfi András kísérőnek köszönheti az a vadász, akinek sikerült elejtenie az állatot. Sokat kellett rávárni, meg sokat kellett őrizni, mert minden nap valaki figyelte a bikát, vagy vendéggel, vagy anélkül, tehát minden nap figyelemmel kísértük hajnalonként és esténként, és akkor hát a tegnap este jött meg az úr, akinek sikerült elejteni. Akkor már azért annyira ismertük a mozgását a bikának, hogy hát szinte biztosan, bár a vadászatban soha nincs biztos, de szinte biztosan tudtuk, hogy hova kell majd ülni annak érdekében, hogy sikerüljön elejteni. A cég életében is jelentős, hogy egy ekkora példányt ki tudtak lőni, mely ösztönzőleg hathat a hivatásos vadászok mellett a vendégekre is. 2004-ben vettük át a lábodi vadászterületet, hát sajnos akkor állomány szerkezetében eléggé le volt romolva. Az emberek is jövőkép nélküliek voltak, és az infrastruktúra is eléggé rossz állapotban volt. Én úgy gondolom, hogy a SEFAG ezzel a bikával egy kicsit azt szimbolizálja, hogy lesz lábodi jövő, vagy van lábodi jelen. Megújítottuk az infrastruktúrát, az embereknek jövőképet tudtunk adni. Ha lassú munkával is, de jó szakmai munkával sikerül úgy néz ki újjáépíteni azt az állomány szerkezetet szakmaisággal, elkötelezettséggel, ami régebben lábodra jellemző volt. Hadd mondjak nagy neveket, Sudinka László idősebb Galamb Gábor időszakában. Én bízom benne, hogy lesz még lábodi jövő. Kollégáimmal azokat a célokat fogalmaztuk meg magunknak korábban, hogy 3 dolgot szeretnénk elérni ezen a területen. Az egyik egy nagy szarvasbika, amely itt látható, a másik egy nagy dámbika, a harmadik pedig egy olyan disznóhajtás, ahol nem több mint 10 puskással tudunk 20-nál több vaddisznót lőni. És mind a dámbika, mind ez a vaddisznóhajtás, ez már sikerült a korábbi években,
És hát most itt van a harmadik is, tehát most az is sikerült. Az idei vadászszezonban közel 100 példányt ejtettek már el a vadászok, melyek közül több is 10 kg feletti trófeával rendelkezett, jegyezte meg Barkóczi István. Most már 90 bika körül tartunk, és ebből 13 bika az, ami 10 kg fölött van. 13 kg fölötti bikánk vélhetően várhatóan már 2 van terítéken, 12 kg fölött van szintén 2 bikánk, 11 kg fölött van 3 bikánk, és a többi 10 kg fölötti, amit az előbb említettem. Én úgy gondolom, hogy az idei szezon a sefag vonatkozásában nagyon jól indult, én bízom benne, hogy a folytatás is ilyen lesz. A bikára sokan voltak kíváncsiak, s nem csak a cég munkatársait vonzotta a méretes példány. A programon a fővadász is hangsúlyozta, csapatmunka volt. Ez a bika, ez nem csak a mi érdemünk, ez nem csak a lábodi vadászterület érdeme, hisz a bikával nem csak mi gazdálkodunk, hanem azzal a térség gazdálkodik. Ma itt van nálunk a bika, holnap máshol van, bőgésben itt van, télen máshol van, ezért ez a térségnek a büszkesége, a térség érdeme, hogy egy ilyen bikát sikerült elejteni. Ez mindenképpen egy biztató jel azoknak, akik eddig is kellő türelemmel nyúltak a szarvashoz, és remény lehet azoknak, akik türelmetlenek voltak vele. Az elejtett állatot fotósok hada vette körül, melynek trófeáját megvásárolja a német vadász, így az ő otthonát fogja majd gazdagítani a közel 13 kg-os súlyú agancs. Nagy csalébran készültek az imént látott felvételek, ahol egy jelentős méretű gímszarvast ejtettek el, talán egy német vadász, ha jól emlékszem. A polgármester úr talán többet tud nekem mesélni arról, hogy az elmúlt időszakban nagyon jelentős és nagyon szép példányokat sikerült ott elejteniük a vendégvadászoknak. Igen, az idei év úgy tűnik most már utólag, hogy egy különleges éve volt a vadászatnak, a vadgazdálkodásnak, mert ahogy másutt is, lábadon is nagyon szép trófeák estek, kerültek terítékre, és ezek között az egyik legjelesebb a gím trófeák közül, az a 12,4 kg körüli gím trófea, amely itt esett el a lábadi vadászterületen, a Szabási réten egészen pontosabban ott Kutas környékén, és amely ennek a vadászati szezonnak a lábadi vadászerdészeten belüli legjelentősebb trófeája, és amely a súlyánál és a pontszámánál fogva vetekszik azokkal az egyéb trófeákkal is, amelyek a szántori területen, vagy akár a zalai vadászterület részen estek el. És hát ugye a gím szarvas bőgés után következett most októberben a dám szarvasoknak a barcogása, és hát úgy hozta ez a gazdálkodási év, hogy minden idők legnagyobb trófea súlyú dám trófeája, dám szarvasa is most ebben a szezonban került terítékre. Egy 5,2 kg körüli agansúlyú dámbika volt az, amelyet egy külföldi vadász ugyancsak terítékre hozott, és hát óriási dolog az, hogy a lábodi vadgazdálkodás történetében volt már közel ekkora, de még nem volt ilyen trófeosúlyú dámbika. Én azt gondolom, hogy ez egyrészt annak köszönhető, hogy ez az év egy különlegesen jó év volt a vadgazdálkodók számára. Ugye azt mondják, hogy a sok eső, a bőséges csapadék, a burjánzó zöld adott olyan takarmányt a vadaknak, amelyből erőteljesebben tudták építeni az agancsaikat is. Másrészt pedig folyik azért minden vadgazdálkodónál, a lábodi vadászerdészetnél is egy olyan vadgazdálkodási tevékenység, amely jeles trófeákat kíméli, és igyekszik arra törekedni, hogy már csak idősebb korban essenek el azok a jeles trófeát viselő vadak, amelyek ilyenkor terítékre hozhatók. Én ez alkalommal is örültem annak, hogy meghívást kaptam és részt vettem ezen az ünnepi alkalmon, pillanaton, és hát ott is ezúton is gratulálok a vadgazdálkodóknak, a lábodi vadászerdészet valamennyi vadászának és vezetőjének. Ha ezeket a trófeákat nem is, viszont egyéb szebb példányokat láthatnak az érdeklődők a Vadászati Múzeumban. Egy kicsit beszélgessünk arról, hiszen régen ejtettünk már szót róla, mekkora a látogatottsága, váltotta-e hozzáfűzött reményeket? Hát ha ezeket a trófeákat nem is, de ezeknek a fotóit mindenképpen láthatják majd az odaérkező vendégek, mert azért a minden idők legnagyobb súlyú dám trófeáját szeretnék legalább egy fotóban megörökítve bemutatni a Lábodi Vadászati Múzeumban. Igen, a téli időszakban is nyitva vagyunk, a látogatásnak a rendje az változatlan, vagyis mivel a művelődési ház az épület szomszédságában működteti a Vadászati Múzeumot is, a látogatási szándékot ide a művelődési házba kell jelezni,
innen a hölgyek átmennek és a vendégeket körbevezetik a kiállítás területén. Ha pedig nem munkaidőben szándékozik valaki megtekinteni a kiállítást, akkor azt telefonon vagy személyesen előre kellene jelezni, és akkor a munkaidőn kívüli időszakokban is állnak itt a vendégek fogadására a hölgyek rendelkezésre. Szívesen fogadunk továbbra is csoportokat. Nagyon kedves vendégek voltak itt már, horvát erdészek voltak, nyugdíjas klubok voltak nálunk, nőklubok voltak, tehát olyan közösségek voltak itt, akikről azt gondolta az ember, hogy a vadászat, a vadgazdálkodás múzeum szinten vagy másként sem nagy érintette meg őket. Ők is nagy érdeklődéssel tekintették meg a kiállítást. Gyermekcsoportjaink voltak, rendszeres a Szijjágyi Erdeiskolában táborozó gyerekeknek az ideérkező látogatása. Tehát azt gondolom, hogy eddig a Vadászati Múzeum azt a fajta elképzelésünket beváltotta, hogy egy olyan kiállító helyet hozzunk létre, amely bemutatja a Lábod nevével összekapcsolódó vadgazdálkodás tevékenységét, az itt a település környékén élő vadállomány, mindez érdekes módon teszi, ismeretterjesztő módon teszi, és mindezzel együtt egy érdekes programot kínál azoknak, akik Lábod községre üdülni, pihenni érkeznek, vagy csak átutaznak a településen, vagy éppen rokonokhoz jönnek, mert nagyon sok olyan alkalom is volt, amikor a település lakói hozták el ismerőseiket, barátaikat, családtagjaikat ide a Vadászati Múzeumban. Ugye a belépőjegyet nem szedtünk, most sem szedünk még egyelőre, azt gondolom, hogy nekünk az a fontos most, hogy minél többen megismerjék ezt a kiállítást. Tervezünk olyan alkalmakat továbbra is, amelyek a múzeumok éjszakájához hasonlóan egy kicsit tematikus programszerűen is idehozzák a vendégeket és idehozzák az embereket. Lesznek ilyen alkalmak, erre szeretném majd később még invitálni a település lakóit is. Köszönjük szépen, polgármester, és további jó munkát kívánunk! Köszönöm szépen! Márai Sándor gondolataival kezdte köszöntőjét dr. Tóth Lászlóné a Lábodi Művelődési Házban rendezett klubtalálkozón. Az első alkalommal tartott rendezvény házigazdája a Rinyementi Szociális Szolgáltató Központ Lábodi Intézményegysége volt. A mai alkalomnak egyrészt az az apropója, hogy október az idősek hónapja, és gondoltunk egy nagyot és merészet, és meghívtuk a Rinyamenti Kistérség klubjait egy klubtalálkozóra ide a Lábodi Művelődési Házba. Mindenki elfogadta a meghívásunkat, úgyhogy Segesről is jöttek a klubtagok, Nagyatádról mind a két klub, és hát természetesen a helyi klubból is megjöttek, akiket meghívtunk. A program a Csicsergő óvodások műsorával folytatódott, akik egy vidám történettel és tánccal szórakoztatták a szépkorúakat. A rendezvényre a lábodi idősek is készültek, akik versekből és dalokból állítottak össze egy csokrot a jelenlévőknek. Lássák készítettek szóltán, Szabó Árpád, az Erágy. Azt fogom felmondani, ha át tudom mondani, sírásni. Hát kérem a szüzanyát, hogy a segítsen, tudjam elmondani. A lábodiak a versek mellett daloltak, sőt táncoltak is a jelenlévőknek, akik után Lassú István szólt az egybegyűltekhez. A polgármester méltató szavakkal illette a szépkorúakat. A klubtagok közül többen fontosnak tartják a lábodihoz hasonló közösségi rendezvényeket. Itt a sok idős ember, aki ilyenkor összejön, beszélgetni tud, át tudják adni egymásnak a tapasztalataikat. Nagyon jó, nagyon jó az ilyesfajta rendezvény, örülök neki, hogy itt lehetek. És a klubban hogy érzi magát? Klubban is jó. Ott is törődnek az idős emberekkel, és ez nagyon fontos dolog, hogy odafigyelnek, hogy ki beteg, megnézik. Nagyon meg vagyok elégedve igazán. Mind olyan magányosak vagyunk, hogy egyenlő emberek vagyunk, asszonyok vagyunk általában. Hát nagyon hiányzik a társulat, és jó a közönség velünk. A rendezvénynek többszörös célja volt, hiszen amellett, hogy október az idősek hónapja, közösségépítés szempontjából is kiemelt szerepet kapott a program. Kicsit közel legyenek egymáshoz az emberek, hiszen mindannyian, mondhatom úgy, hogy egy hajóba evezünk, akár az idősek, akár akik őket kiszolgálják, ellátják. Egyrészt, másrészt pedig volt már azért
ha ennyire nagy rendezvényünk nem is, de mi már hívtunk meg Nagyatádról, az otthonból is, a klubból is tagokat, és vannak is olyanok, akik emlékeztek még rá, és boldogan fogadták is a meghívásunkat, mert az előző is nagyon jól sikerült. A lábodiak mellett a segesdiek és a nagyatádiak is műsorral örvendeztették meg egymást, míg a klubvezetők dr. Tóth Lászlóninak adtak át egy-egy ajándékot, majd közösen fogyasztották el a számukra készített ebédet az első alkalommal megszervezett klub találkozón. Az imént látott összefoglaló csak egy volt azok közül a programok közül, melyeknek helyt adott a művelődési ház itt Lábodon. E téma kapcsán köszöntöm Róka Ottoni népművelőt. Szia, Szilvi! Szia, jó estét kívánok! Értékeljük egy kicsit az elmúlt időszakot, programok szempontjából milyen hónapokat, heteket zártatok? Mögöttünk lévő őszi időszakban az egyesületek, úgy ahogy egész évben, használták a házat és rendezvényeket tartottak. Most az év végéhez közeledve ismételten egyre több rendezvényünk lesz, amiket ők generálnak, ugyanis ilyenkor általában mindenki egy kis zárszámadást készít a saját közösségén belül, évet értékelnek, évet zárnak, és lezárjuk majd mi is az évet. De előtte még az adventi időszakban a gyerekeket ismét várjuk majd novemberben egy adventi készülődésre, egy játszóházra, ahol kézműves foglalkozást tervezünk. Aztán már készülünk mi is, és gondolom, hogy az egyesületek is megkezdik lassan a készülődést a karácsonyi ajándékműsorra, amire az idén december 17-én fog sor kerülni. De előtte egy másik karácsonyi ünnepség is lesz? Igen, szintén már évek óta hagyomány, hogy a karácsonyi községi ajándékműsort megelőzi az idősek karácsonya, ami az idén december 15-én lesz, ez egy hétfői délután, ahova az önkormányzata község nyugdíjasait várja, és egy kis ajándékműsorral, ajándékkal kedveskedik nekik, együtt töltik a délutánt. Az idén ez úgy fog kinézni, hogy egy Leblanc győző estet, délutánt fogunk látni, hallani, reméljük, hogy mindenkinek a megelégedésére. Ami viszont lényeges ebben a dologban, hogy a mozgókönyvtári rendszer ehhez nagyban hozzájárul, ugyanis ennek a műsornak egy részét ők fogják finanszírozni. És ha már szóba került ez a mozgókönyvtári rendszer, akkor egy kicsit erről is beszélgessünk, hogy mit kell tudni erről, egy kicsit elevenítsük fel a nézőknek. Idén januártól a mozgókönyvtári szolgáltatást a megyei könyvtárak vették át, úgyhogy most Kaposvárhoz tartozunk, de mivel megyei szinten ugye nem koordinálható ennyi könyvtár, így közvetlenül Barcs az, aki a mi munkánkat segíti, a Barcsi Városi Könyvtár, és ő rajtuk keresztül az idén most már több rendezvényt sikerült megvalósítanunk az ő segítségükkel. Volt egy mesemondónk, aki óvodás korosztálynak egy nagyon szép népviseletbe öltözött közvetlen hölgy mesélt a gyerekeknek, bevonva őket a történetben foglalkoztatva. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon színes dolog volt ez a kisgyerekek életében. Egy másik rendezvény is volt az elmúlt napokban, mert szintén a mozgókönyvtári rendszernek köszönhető. Kiknek szólt és kik is adták elő ezt a műsort? Alsó tagozatosok voltak nálunk egy ifjúsági koncerten, amelyet egy nagykanizsai Igricek nevű zenekar adott, és amely szintén a mozgókönyvtári rendszernek köszönhetően jutott el hozzánk, teljesen díjmentesen, és azért gondoltuk, hogy erre az iskolásokat hívjuk át, mivel már volt egy ilyen rendezvényünk, ami egy mesemondó volt, őt az ovisok tekintették meg, ez pedig most egy ifjúsági koncert, egy zenekari bemutató, ez pedig az alsó tagozatosok. És mik a tapasztalatok? Többen járnak-e a könyvtárba? Igen, most az őszi szünet alkalmával nagyon sok gyerek volt a könyvtárban, már közvetlen ebéd után, ugye az egyórás nyitvatartásra már nagyon szép számmal voltak. Azt nem állítanám, hogy annyira a könyvek vonzák még mindig őket, inkább az internet és a számítógépes játékok, valamint próbálunk folyóiratokat rendelni szintén a mozgókönyvtáron keresztül, ami úgy minden korosztályt próbál átölelni, és minden korosztálynak próbálunk találni olyat az érdeklődésének megfelelőt. Néha lapozgatják, azt azért jobban látjuk a kezükben, mint a könyveket sajnos. És mik a tapasztalatok, illetve mik a jövőbeli terveitek, hogy az elmúlt rendezvények, amiket a mozgókönyvtáron belül szerveztek a jövő évben is hasonlókat?
Igen, hát ez a kínálattól függ, tehát én úgy gondolom, amit nekünk ajánlottak, azokkal a lehetőségekkel eddig is éltünk, tehát ez a két olyan rendezvény volt, amit ők felajánlottak, hogy ha megszervezzük, tehát ők szállítják, az anyagi részét biztosítják. Én úgy gondolom, hogy ezt a jövőben is meg fogjuk tenni, hogyha lehetőségünk lesz rá, és rendezvényajánlatot kapunk, mindent meg fogunk tenni, hogy ide tudjuk hozni. Téli időszakban, illetve az ünnepekre való tekintettel változik-e a nyitvatartása a teleháznak? A teleház nyitvatartását, mivel ugye Elmagyarország pontként bizonyos kötöttségek között üzemelünk és működünk, igyekszünk csak a piros betűs ünnepekre korlátozni, tehát kizárólag az amúgy is munkaszüneti napokon zárunk be, és nagyon indokolt esetben, tehát az ünnepek között a teleház nyitva lesz. Köszönjük szépen, Szilvia, a tájékoztatást, és jó készülődést kívánok! Köszönjük szépen! Adásunk folytatásában következő vendégem Futó Lajos, a Lábodi Medosport Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Kedves csokrom! 8. helyen áll a lábodi futballcsapat. Beszélgessünk egy kicsit az elmúlt időszakról, illetve ezzel az őszi szezonról, és most már 12 fordulón is vannak túl, ha jól tudom. Kicsit értékeljük, hogyan értékeli. Igen, köszönöm szépen egyébként. Én összességében nem mondhatnák rosszat a csapat tevékenységéről. Kétségtelen, hogy egyfajta átrendeződést kellett végrehajtani, mert hisz az utolsó pillanatban három kulcsember eltávozott tőlünk nagy meglepetésünkre. Ezt kellett szegény Brezó Béla barátunknak helyreállítani valahogy ezt a rendet, és valamennyire sikerült is. Itt elméletileg azért adódnak technikai, apró technikai problémák, mint például a most vasárnapi Szombathelyi mérkőzésünkön is ugye az volt, mert a mérkőzésnek a kimenetele szinte úgy nézett ki, hogy egy-egyes állásponton megegyezünk szombathelyiakkal és tisztességgel elválunk. Volt egy nagyon parádés támadásvédelmi hibasor, ami becsutott ez az egyetlen egy gól, és ezt követően nekünk, ezt megelőzően nekünk volt a 15. percben két ordító nagy helyzetünk, amit nem tudtunk kihasználni. Tehát azt mondom, hogy a helyzeteink megvoltak, no, de hát nem ez alapján történik a mérkőzés eredményének az értékelése, hanem a berúgott gólok alapján történik az értékelés. Ettől függetlenül még két mérkőzés van számunkra vissza, a vasárnap, illetve hát a szombati, mindkét szombati mérkőzésünk lesz végső soron. A másodikkal még ugyan van egy kis vitánk Patalommal, mert ővelük fejeznénk be. Vasárnapra van kiírva, de mi szeretnénk ezt is szombaton lejátszani, mivel szombathoz hozzászokott a csapat, és ugye vasárnap pedig a lábot kettő mérkőzik idehaza szintén. Most ez a két mérkőzésünk van, viszont most szombaton Jutát látjuk vendégül. Abban bízom, hogy a két hazai mérkőzés közül mind a kettőt fogjuk tudni hozni, és akkor azt mondom, hogy elégedett lehet a csapat. Ettől függetlenül egy 8. hely nem egy utolsó hely fél időszakban. Egy biztos, hogy készülni kell a tavaszi mérkőzésekre. Én úgy érzem, hogy nem lesz különösebben gond. Én azt mondottam nekik, hogy ha érmes helyet nem is, de az 5. helyet élő lenne befejeznünk. Bízom benne, hogy így lesz. Szombathelyi meccs mellett engedje meg, hogy puskázzak egyet, és azért beszélgessünk arról a Balcs 8-0-es győzelemről. Igen, hát a hetesi az két kulcsjátékosunk sajnos nem tudott részt venni, mind a kettő BM dolgozó volt és vezényelve volt, és nem tudtunk sajnos mit tenni, hogy felszabadítsák a vezénylés alól őket. Így sajnos két kulcsemberrel álltunk ki, és meg is hozta sajnos a negatív eredményét ez a két ember hiány. Ezen is túl kellett lenni. Következett egy Barcs, amikor rácáfolt a csapat a hetesi ötösre, és egy nyolcas hozott idebent. Én megmondom őszintén, hogy ez várható is volt a Barcsiaktól, egy icipicit rendezetlenek a belső dolgaik. Mi is voltunk egy szituációban, de túltettük magunkat, hál' Isten nagyon rajta. Nem voltak ilyen súlyos vereségeink, illetve egyáltalán egy volt a múlt évi gyékényesi. Ugye az meg azért volt, mert előtte való nap rettentő jó kikapcsolódott a csapat, de valahol ezt is tudomásul kell venni. Az igaz, hogy a sportfegyelemmel nem, ez tartozik a sportfegyelem alá, de emberek. Ezek az emberek is, a futballistáink is emberek, őnekik is megjár egyfajta kikapcsolódási rend, még hogyha is kötelezettek a Lábodi Medos színeiben, még akkor is embereként kell könyvelnünk őket, mert hisz egy fillért nem kapnak játékosaink, hanem mindig, többször már elmondtuk, ugye ez beszélt téma volt állandóan, hogy minden mérkőzésünkön vendégül látjuk őket egyfajta, egy típusú ételre, egy ládos sörre. Van olyan szponzorunk, amelyik plusz egy ládos sört még ad a győzelem mellé, és ez is ösztönzi a csapatot egy icipicit rája. Tehát így dolgozunk mi. Én megmondom őszintén, hogy mondom összességében az elnökség is úgy ítéli meg,
hogy az eredmények tükrében és a helyezések tükrében is ott vagyunk azon a helyen, amit mi elvártunk a fél időszakában, az biztos, hogy a második időszak, a befejező időszak az ott következik, az ötödik helyen kell, hogy befejezzük. Fellépésről, feljebb jutásról, bocsánat, nem beszélünk, kimondottan azért nem beszélünk, mert egy a csapatnak a szellemi lélek számos engedheti meg magának ezt, hogy feljebb kerüljünk, a másik pedig az, hogy olyan utánpótlás elvárások vannak, amit emberi képtelenség a kisebb településeken. Mi középtávon vagyunk a települési lélekszámban, de mégis azt mondom, hogy a kisebb településeknek is elég. Ott az élő példarán Segesd verekedik szinte, illetve igen, Segesd verekedik állandóan, mert ki kell állítani neki, hogy megyei első osztályú bajnokság mellé az utánpótlás kerületében 15-től 18 és a 21 korosztály, tehát három utánpótlás. Emberi képtelenség összeszedni ennyi fiút. Még hogyha nagyon jó, már pedig le nekünk nagyon jó az általános iskolával a kapcsolatunk, a személyes kapcsolatunk is nagyon jó, de mégis óriási gondot jelent az utánpótlás tekintetben. És a Lábad 2-ről is beszélgessünk egy kicsit, arról a csapatról mit kell tudni. Igen, mint ahogy kezdetén ugye elmondtam, én örültem ennek a legjobban, és aztán végső soron már az elnökség tagjai is mindannyian rádöbbentek erre, hogy ez egy kegyetlen jó dolog volt, hogy hozzájárulásunkat adtuk annak, hogy induljanak, öntevékenyen, önszerveződés formájában indultak, és az rettentő nagy boldogsággal tölt el. Senkit nem kényszerítettük arra, hogy már pedig a Lábadi, mert ott kettő színeibe kell focizni, hanem jöttek. Jöttek. Elnökkor nekem is kéne egy igazolás. Elnökkor nekem is kéne egy igazolás. Játszanák én is szívesen itt. Jelenleg a tizedik helyen állnak ők. Az utóbbi időszakban elharapódzott egy icipit, mivel az eredmények ugye nem jöttek úgy, ahogy ők szerették volna. Mert hát ugye egy igazi futballista mindig győzni szeretne, természetes, így is kell felmenni egy mérkőzésre. De nem jöttek össze ezek az eredmények, és ez egy icipici feszültséget okozott a játékos egyes rétegében. Ez a 3-4 játékos kiszűrés alatt volt, mindegyikkel sikerült elbeszélgetnünk, és változott a mentalitásuk, e tekintetben nem szabad így viselkedni sem. El kell tudni viselni. Én nem tudtam más mondani, mindig is ezt vallottam, hiszen most vallottam valamikor az elmúlt napokban is a nagy fali újság hirdetőjében is, ugye, hogy az élet engem megtanított tisztességgel győzni és emelkővel veszíteni. Hát ugyanez vonatkozik a sportra is. Őt meg kell tanulni minden játékosnak, minden sportolónak meg kell tanulni, hogy a győzelemért lehet tisztességgel, de el kell tudni viselni vereséget is. És a többi utánpótlás csapat jól debütált? Középszinten van, nem nagyon vagyunk megelégedve sajnos. Éppen ezért ez a legnagyobb komoly gondunk az elkövetkező időszakban is, hogy az 21-es utánpótlás gárdánkat. Nagyon jó, ügyes, nagyon ügyes fiatalok vannak, de sajnos még korban nem nőttek odáig fel, hogy 21. Na most ennek idején, amikor ezt indították ugye az MLS vegye igazgatósága, akkor mi ezt szóvá tettük, hogy fiúk, elnézést kérünk, de ha már a 21 éves nem felel meg a felnőtt korosztályban, akkor mit akarunk az U21-jel? Az U18-szal kell. Na most az U21-ben szerepelnek 16, 15, 14 éves, 13 éves fiúk is. Egy icipicit nehezteltek rám, amikor azt mondta, hogy nem, tessék ott a helyük, mozogjanak. És örömmel jönnek, és csinálják, fociznak a fiúk. Így kell megszerettetni velük a sportot. Nem direkt irányítás a sportszerrel. Jöjjenek, focizzanak velünk. Ugye ilyenkor az eredmény nem minden. Így van. Nem. Én megmondom őszintén, talán, és ennek örülök a legjobban, hogy azért a fiúk kedve nem ment el. Mert akkor, amikor 10-11-et kapok, és csak egyet rúgok, akkor egy icipicit úgy féltünk tőle, hogy majd elmegy a fiúknak a kedve, de hál' Isten nem ment el. Egy-kettőnek elment a kedve, visszaráztuk őket, és megyünk tovább, és tisztességgel befejezzük ezt az őszi bajnokságot, aztán újra szerveződik majd a tavaszi bajnokság. Új szakmai vezetéssel természetesen, új lendülettel, új fiúkkal. És ebben az évben beszéltünk már arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak a sportöltöző tekintetében, illetve a klub életében. Egy kicsit meséljen nekem erről, hogy hol is tart most ez a projekt. Hát igen, én boldogan jelenthetem, hogy jóváhagyott tavós összegünk van, ami 14 milliót foglal magában. Egyetlen egy dolgot azért el kell mondani őszintén, ha bár akivel én találkozom, mindig elmondom nekik őszintén, hogy a jelenleg a folyosítással vannak apró gondok, problémák fent az MLS-nél, első számú vezetőjétől kezdve mindenütt. A TAO-val, mert hisz köztudott dolog, hogy ez az összeg, ami megítélésre került számunkra, ezt az OTP finanszírozta volna. Na most óhatatlanul is el kell mondani őszintén, hogy az OTP-nél is és az összes pénzintézetnél a felhalmozódott devizahiteles probléma megoldása egy bizonyos fokú társasági adó összeget elvont. Ezt most az OTP és mellette MOL és más egyéb vállalkozói réteg próbálja majd helyrehozni, és azt az ígéretet kaptam, hogy ennek a felét december 31-ig az Egyesület megkapja, a második felét pedig az első negyed évben.
Most ezt az első felét, ennek a felhasználása természetesen az épületnek a külső homlokzat szigetelése, amennyire engedi az időjárás természetesen, a fűtéskorszerűsítést szeretnénk ezzel a kavitációs kazánnal megoldani, ahol a gáz totál teljesen kiváltjuk, megszűnnek a gázkonvektorok, központi fűtés lesz, és mindenütt egyforma meleg lesz az épületen belül, és alá szigeteljük az épületet, aztán majd jönnek egy-két apró dolgok még hozzá, ami még belefér. Ezt jövő tavasszal tervezik elkezdeni ezeket a munkákat? Igen, ezt mindenképpen. A külső pályának még egy-egy reflektor elhelyezésével kívánjuk még alkalmasabbá tenni a késő esti sportolási lehetőségeknek a biztosítására, ugye nem csak a Lábadi Medosz, hanem a településük összes japraja, nagyja, közepes méret, felső méretű korosztályú embereik és hölgyeiket várjuk oda. Nyitott a sporttelep mindenki számára, tehát nincs bezárva a kapu. És ahogy említette, még van egy pár forduló vissza, ugyanakkor év végén mindig szoktak egy ilyen kis összejövetel tartani, ahol értékelnék az idei esztendőt, az őszi szezont. Lesz-e ilyen az idei esztendőben is? Igen, köszönöm szépen, hogy ezt megkérdezte ön, és én örömmel jelenthetem, hogy december 20-án egy jó csapat, baráti kör és a Lábadi Medosz is feleségestől, családostól szeretnénk a művelődés házba egy zárésó évbúcsúztatóval elbúcsúztatni ezt az évet természetesen jó hangulatban, és nem a futballról beszélni, hanem egymás baráti kapcsolatairól és egymás közötti igazi jó nexus kialakításáról. Ez úgynevezett egy összekovácsolódó mozgalomnak szánom én ezt az egyesület életében, és én úgy érzem, hogy meg is fog jönni. Ez egy zenés évbúcsúztató lesz. Benne foglaltatik majd a János és Istvánok köszöntése és más egyéb, amikor ilyenkor ez vele is együtt jár, és egy természetesen egy kellemes karácsony és boldog új évet köszöntünk majd egymásnak. Hát kívánom, hogy akkor jó legyen, és akkor még azon a hátralévő két mérkőzésen is győzzön a csapat. Köszönjük szépen a beszélgetést! Én köszönöm szépen a lehetőséget! Kedves nézőink, mai adásunk ezennel véget ért, tartsanak velünk egy hónap múlva is, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!